Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Buda környéki televízió híradóját látják. Kérem először tekintsék meg főbb híreinket röviden. Új defibrillátor segíti a mentőszolgálat életmentő és gyógyító munkáját Budaörsön. A hagyományosan színvonalas Török Bálint is vábbá bevételét ezúttal is a helyi német óvoda alapítványa kapja. Játszótéri eszközöket kíván beszerezni Báli bevételeiből a budakeszi Tarkabarka és a Pittypang óvoda. Budaörsi sportoló szerzett bronzérmet az asztali tenisz World Tour verseny magyarországi állomásán. Pilis Csabán a hosszú távú fejlesztések megalapozását készítik elő a 2015-ös költségvetésben. A város vezetése eltökélt abban, hogy Pilis Csabának a fejlődés útjára kell állnia. Az egyik legfontosabb itt, hogy az idei év egyrészről a tervezés éve lesz. Tehát elkészítünk olyan terveket, amiknek már jó ideje váratnak magukra, hogy elkészüljenek. Legfontosabbnak tartom ezek között a vízelvezetés tervének az elkészítését. Tehát erre szánunk egy komolyabb összeget, hogy a teljes településre legyen egy vízelvezetési koncepcióterv, és meg tudjuk azt oldani, hogy ne önts el folyton a mélyebben fekvő területeket a víz, és a következő években ezeket fokozatosan meg tudjuk valósítani. Azon is fogunk dolgozni, hogy a vizet azt már az erdőben megfogjuk. Tehát a gyakorlati lépések ügyében is már tettem lépéseket, de ez a vízvezetési koncepció, ez az egész településre vonatkozóan megmutatja azt, hogy hol kell beavatkoznunk, és szépen a következő években ezeket meg tudjuk valósítani, ez nagyon fontosnak tartom. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy és ebben egyetértünk a képviselőkkel, hogy a település központot és a főutat vegyük a fejlesztésekben előre, és így tervek fognak készülni a buszmegállóknak a megújítására, egységes arculat szerint. Szintén egységes arculat szerint szeretnénk több szemetest elhelyezni a település különböző részein, azokat azt is biztosítani, hogy a szemét begyűjtésre is kerüljön majd a következő években. Ezek apró hangulatjavító intézkedések. A település arculatában a tájékoztató táblákat és egységes arculat szerint szeretnénk kialakítani, a reklámtáblákat is. Félkészen áll egy reklámrendelet, amelyet még az előző testület készített el, amelyben szeretnék rendezni a település arculatot, az szerint is, hogy a különböző csiricsári reklámfelületek eltűnjenek a településről, és az egész településen, hogyha valaki végigmegy, akkor egy európai arculatot találjon majd néhány éven belül. Ezt emeljük ki, ennek az előkészítését a költségvetésben. Illetőleg ami kulcskérdés még, hogy a zöld felületeinket növeljük, tehát a legzöldebb kisváros programunkat végbe tudjuk vinni. Ebben szintén a képviselőkkel egységre jutottunk. A civil szervezetek számára szeretnék nagyobb támogatást adni, egy kicsit megmozgatni a helyieket, pénzt adni a kezdeményezések mellé, és ezáltal aktívabb fejlődés irányába vinni Pilis Csabát, és a sportegyesületek terén pedig szeretnék egy egyenletesebb elosztást, szintén azért, hogy még lelkesebb legyen a sportélet Pilis Csabán. Mindezt persze a polgárok érdekében, tehát mindent így alakítunk ki. Egyébként pedig, ami a költségvetésnek a másik nagyon fontos feladata, hogy a működése a településnek rendben legyen, tehát az óvodáink, az intézményeink, a hivatalunk működni tudjon. Erre természetesen a megfelelő összegeket félretettük, illetve azok arra a kisebb javításokra, amik az intézményektől érkeznek szükségletként, azokra is csoportosítunk pénzt, hogy azok megtörténhessenek. Új defibrillátort kapott az önkormányzat segítségével létrehozott Budaörsi Mentőszolgálat az Országos Mentőszolgálat Alapítvány adományából és a Rosen Magyarország Kft. Jóvoltából. A készülék átadásán jelen volt a megszólalás sorrendjében Nagy Gábor, a Budaörsi Mentőállomás vezetője, Kónya Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány elnöke, Wittinghoff Tamás polgármester és Györfi Pál, az OMS szóvivője. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa, illetve a ROS Magyarország Kft. Közös felajánlásával egy LifePak 15 típusú EKG defibrillátor kerül mai átadásra a Budaörsi Mentőállomás részére. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, kicsit több mint 10 évvel ezelőtt néhány mentő dolgozó úgy gondolta, hogy
Köszönöm szépen. Létrehoz egy alapítványt azért, hogy a mentőszolgálatot, illetve a mentőszolgálatnál dolgozókat támogatások gyűjtésével segítse. Ez a cél máig nem változott meg, több mint 10 év után is ugyanezekért a célokért dolgozunk, viszont a méretek kicsit megnőttek. Örömmel tájékoztatok mindenkit arról, hogy alapítványunk a tavalyi évben több mint 160 millió forintnyi adományt tudott a mentőszolgálatnak átadni. Ha már itt állunk a mentőállomás mellett, akkor érdemes elmondani, hogy egyáltalán úgy jött létre ez a mentőállomás, hogy az önkormányzat adott egy ingatlant hozzá, és fel is építettük ezt az épületet, aminek a működtetését persze aztán a mentőszolgálat látja el. És most a Roche Magyarország, amelyik hát az orvos diagnosztikai és a különböző ilyen műszerek tekintetében egy kiemelkedő világhírű cég, és budaörsi székhelye van, úgy érezte, hogy a mentőállomás munkájához szeretne hozzájárulni ezzel a nagyon modern defibrillátor készülékkel. Egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Vajon ki ez a defibrillátor készülék? Vagy vajon ki ez a mentőállomás, ki az a mentőautó, ami kint áll? Leltár szerint, gondolom, hogy most már az országos mentőszolgálaté, hiszen leltárba vettük, de mindannyian érezzük és tudjuk, hogy valójában ez mindenkié. A készülék is, az autó is, és az állomás is. Amikor igazgató úr beszélt a dabasi felajánlásról, és most pedig itt a budaörsi szerepvállalásról, akkor bennem is megfogalmazódott természetesen a köszönet. Mi is nagyon szépen köszönjük a mentőszolgálat nevében, és majd itt az ünnepség után a 229 mentőállomásunk listáját még átadnánk igazgató úrnak, ahol szintén remélem, hogy találkozni fogunk. Budaörsi mentőállomásról ismertetőként annyit, hogy a mentőállomásunk 30 fővel dolgozik. Első körben Budaörs, Török Bálint, Biatorbágy és Budakeszi kistérségét látja el, ez nagyjából 150-200 ezer ember ellátását biztosítja. Azt gondoljuk mentődolgozóként, hogy amennyiben már megelőzni nem tudjuk a tragédiákat, akkor mindent el kell kövessünk azért, hogy a lehető legjobban felszerelt és legkorszerűbb autókkal, illetve öntés technikával érkezhessünk a helyszínre, hogy segíteni tudjunk. Látványos zenei és táncműsort láthatott a Török Bálinti Művelődési Ház teltházas közönsége a hagyományos sváb bálon. A részben nemzetiségi ruhákban megjelenő vendégek házi készítésű finomságokat vittek magukkal kóstolóba. Az est bevételét a helyi német nemzetiségi óvodának ajánlották fel. A Török Bálinti Munkácsi Mihály Művelődési Ház 2015. február 7-én szombaton zsúfolásig megtelt a hagyományos idei svábbára, a német önkormányzat rendkívül látványos műsorára. A résztvevők otthon sütött finomságokkal érkeztek, sokan nemzetiségi ruhákba öltözve idézték fel az egykori bálok hangulatát. Hol megy az a bevétel, ami összejön a bál folyamán? Hát ezt most már sokadik éve a Német Óvoda Alapítványa kapja, és ezt ők tudják a legjobb, tehát hogy mi van szüksége az óvodának a legfontosabb, mi az, amit legközelebb meg kell venniük, tehát hozzájuk megy. Minek köszönhető az, hogy nem csak teltház van a művelődési házban, hanem a plusz termet is ki kellett nyitni? Hát szerintem az érdeklődésnek, de azért ezt visszavezettem a törökbányti svábságra. Azért hatalmas az érdeklődés, egy gombostűt szerintem nem lehetne lejteni most a terembe. Tulajdonképpen a sváb hagyományok nagyon aktívak itt Török Bálinton? Hát igen, megpróbáltuk feléleszteni a német önkormányzattal 1994-ben, és azért én úgy gondolom, hogy ez nagyon sikerült is, és azért ehhez szükség volt az önkormányzat támogatására, amit mindig megköszönünk nekik. A Török Bálinti svábbára a környező településekről ideérkező vendégek a nagy dínomdánom mellett értékes ajándékokat is nyerhettek tombolán. A jó kedv és a táncolás a rég nem látott barátokat és ismerősöket újra összehozta egy jó beszélgetésre. A bálozók ehettek egy-egy finomabb falatot az általuk készített ételekből, ihattak, kocinthattak, a régi élményeket újra felelevenítették és jól megtáncoltathatták egymás egykori menyecskéit. Keveredett a három generáció vendégsereges, svábul, magyarul beszélők, éneklők zsivongása töltötte be a hatalmas termet. Az ilyen és hasonló rendezvények még jobban összekovácsolják az ismerősöket és barátokat. Esetleg szövődhet új kapcsolat, barátság egy ilyen neves rendezvényen.
A hajnalig tartó mulatozást idén is kitűnően megszervezte a török-bálinti német önkormányzat. A Buda környéki televízió nézőinek Macine Dénes és Wunderlich Gábor próbálta visszaadni a bálinti sváb bál hangulatát. Svigruáni Jászkovics Anna, a budakeszi Tarka-Barka Kunterbunt óvoda vezetője nyitotta meg a jótékonysági óvodabált, melynek bevételéből új játszótéri eszközöket kíván beszerezni az intézmény. 1999 óta minden évben megrendezzük a jótékonysági óvibált. Ebben az évben a bál teljes bevételét egy új udvari játékeszközre szeretnénk fordítani, mert az ősz folyamán le kellett bontanunk egy csúszdásmászókát, és szeretnénk, hogyha a gyerekek tényleg egy gyönyörű szép új játékkal gazdagodhatnának. Hálás szívvel köszönöm a sok-sok segítséget, önzetlen felajánlást. Kívánom, hogy ez az este a jótékonyság mellett a felhőtlen kikapcsolódást, a baráti együttlétet és jó szórakozást tudjon biztosítani. Nun zwei Sätze, ich begrüße Sie auch recht herzlich gemäß unserer Tradition auch auf Deutsch. Ich wünsche Ihnen gute Laune, schwingende Beine und eine gute Unterhaltung. A Tarka-Barka tánccsoport alapító tagjai közé tartozom, bár tagságnak a java része lényegében alapító tag is, illetve ez egy folytatása, mert volt ennek előzménye, volt régebben is táncoslábú társaság, akik kikoptak egy időre, leállt ez a tevékenység. 2,5 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, volt az első olyan rendezvény, amire tulajdonképpen a legkisebbik lányom akkor búcsúzott el az óvodától, és gondoltam, hogy ennek alkalmára mi is beszállunk ebbe a táncba. Korábban valahogy ez nem jött össze, és olyan jól összekavácsolódott ez a társaság, annyira jól érzik együtt magunkat, hogy ez egybe tart minket, és egyre jobban érdekel mindenkit ténylegesen maga a tánc is, mert hát mi tagadás kezdetben a buli kedvéért jöttünk így össze. Ugye a tánccsoport már többször táncolt az asszonykórus tagjaival, illetve más tánccsoportokkal is közösen, egy gyors előkészület után jól ismert táncot együtt jártunk el. Ez mindig nagyon izgalmas, mert van egyfajta kis spontanitás is benne, úgyhogy mindenkinek ettől érdekesebbé válik, és azt hiszem, hogy ennek megvan egy sajátos kisugárzása, egy élettel teli tánc az, amit bemutatunk. Jótékonysági farsangibált rendeztek a budakeszi Pitty-Pang óvodában is, ahol az óvónénik és a dajkák is táncra perdültek. A bevételből az új udvarrészbe szeretnének fajátékokat vásárolni az óvoda dolgozói. A jótékonykodás nem csak egy nemes gesztus, de büszkeséggel és jó érzéssel tölthet el mindenkit, aki részese egy ilyen kezdeményezés megvalósulásának. Különösen akkor, ha gyerekekért tesszük mindezt. Köszönöm a kollégáimnak is, hogy elhivatottságuk töretlen és lelkesedésük, munkájuk nélkül ez a mai este nem jöhetett volna létre. Nem is szaporítom tovább a szót, kívánok hát mindannyiunknak felhőtlen szórakozást. Most már hagyomány nálunk jóformán, hogy harmadik éve táncolunk óvónénik és dajkanénik. Ez úgy jött ez az ötlet, hogy volt egy táncoslábú lányom, aki sok éven keresztül rock'n'rollozott, és vele megbeszéltük, hogy mi lenne, ha az óvónéniknek betanítana egy táncot, és így alakult az első táncunk, azt még nem mertük bevállalni, csak sötétben. És aztán a második évben már nagyon jól sikerült a tánc, visszatapsoltak bennünket, és így alakult, hogy akkor az idén is táncoljunk egyet, és a szülők nagy örömére, hiszen nagyon jó látni nekik, hogy az óvónénieik és a dajkanéniek is részt vesznek ezen a bálon valamilyen kis műsorral. Hencsei Rita tanította be nekünk a táncot, ő az én nagylányom, aki gyakorlatilag zumba oktató itt Budakeszin, hobbiként csinálja ezt, ő 12 évig rock'n'rollozott, és ebből a tánc szeretette, és ez maradt meg neki, miután feloszlott az ő kis társasága, és így megmaradt neki ez a táncos múltjából, és így tanít nekünk táncokat, illetve hát sok
asszonykának és leánynak, aki szívesen jön a Knáb János utcába táncolni esténként. Már ez is hagyományá válik, hogy a bár bevételét mindig valami nagyon jó dologra szeretnénk elkölteni, ez most is így van, hiszen kaptunk egy kis udvarrészt a megnövekedett csoport létszámok miatt, illetve a csoportok miatt, ezért kaptunk udvarrészt, és ezt szeretnénk népesíteni fajátékokkal, mert ez még egyelőre nagyon üres. Török Bálinti Sportközpontban készül a 2016-os Riói olimpiára Cseh László világ és többszörös Európa-bajnok magyarúszó. A felkészülését Török Bálint város önkormányzata is támogatja. Cseh László legfőbb célkitűzése az olimpiai aranyérem, mely ez az első lenne a sportoló életében. Mennyire jelentős az Török Bálint számára, hogy a Török Bálinti Sportközpontban edz Cseh László? Én úgy gondolom, hogy nagyon jelentős. Török Bálintiaknak nagyon tetszik, Török Bálintnak egy jó marketing. Cseh László nem véletlenül választotta ezt a sportcentrumot, ezt az uszodát. Egyik az, hogy itt dolgozik gyerekkori edzője, aki ez ő visszatért. A Riói olimpiára itt fog felkészülni. Nem csak az edző miatt választotta. Nagyon jó a megvilágítása például az uszodának. Nem is tudtam egyébként, hogy az úszó szempontjából fontos, hogy világos legyen egy uszoda. A víztisztasága az kétséget kizárólan az egyik legjobb. Már többször történt egyébként az INTS részéről is vízminőségmérés. Parádés Török Bálinton az uszodának a vízminősége. A másik meg, hogy ő közelben lakik, ez is nyilván nyomott a latba. Örülünk, hogy minket választott. Kérdeztem én tőle, mert volt itt nálam személyesen történt egy megbeszélés, egy rendkívül szerény embert ismertem meg. Kérdeztem tőle, hogy nem probléma-e, hogy 25 méteres medencében készül föl, ugye, mert a miénk az 25-ös. Azt mondta, hogy nem, mert a fordulókat itt sokkal jobban tudja gyakorolni, és majd az olimpia előtt lesz egy edzőtáborozás, ahol egy 50 méteres medencében fognak felkészülni. Másik meg, hogy a rövidpályás világbajnokságokat és Európa-bajnokságokat is 25 méteren rendezik. Nagyon örülünk neki, hogy itt van Cseh László, azt sem felejteni el, hogy azért a gyerekek őt látják, karnyújtásnyi távolságra van, és reméljük, hogy majd mindenki úszó olimpikon szeretne lenni, aki Török Bálinton edz. Fiatal gyerekeket, tátott szájjal nézik a olimpikont. Török Bálint hogyan tud segíteni Cseh Lászlónak a felkészülésben? Következő, leültem, ugye ő most átigazolt az EGRI Egyesülethez, az EGRI önkormányzat őt támogatja, abból a pénzből nálunk bérelnek pályát. És mi úgy gondoltuk, én úgy gondoltam, hogy hozzájárulunk azzal a felkészüléséhez, hogy bizonyos összeget elengedünk a pályabérlésből. Tehát effektív nem pénzt adunk, hanem a bérleti díjból elengedtünk, és úgy gondolom, hogy ezzel hozzá tudunk járulni. Nagyon örülnek neki, nem egy komoly tétel, de ennek ellenére mindenki örül. Pergel Szandra, a BSC sportolója párosban bronzérmet szerzett az asztali tenisz World Tour verseny magyarországi állomásán. A fiatal pingpongos mindent az asztali teniszre tett fel, reméli, hogy eredményeivel már az idei év végéig megszerzi a kvalifikációt a Riói olimpiára, amire edzője Harci Zsolt is esélyesnek tartja. A hír úgy szól, hogy a január 28 és február 1-e közötti asztali tenisz World Tour versenysorozat magyar állomásán a Tüskecsarnokban bronzérmet szerzett Pergel Szandra, a BSC versenyzője. Gratulálok! Számítottál erre a sikerre? Nem számítottunk rá, hogy párosba bejutunk négy közé. Az Európa bajnok párt győztük le. Ez egy nagyon nagy eredménynek számít, és nagyon örülök, hogy most így jött ki a lépés, hogy jól játszottunk Ginával. Mi főtáblások voltunk, tehát már ki voltunk emelve, és a főtáblán kettő meccset nyertünk, hogy bejutottunk a négybe. Jó formában van. Ugyanakkor a World Tour-ra kapcsolatban nekem óriási hiányérzetem van, mert bár párosban csodálatosan szerepeltek és végül is érmet nyertek, legyőzték a regnáló Európa-bajnokot, ugyanakkor egyénibe egy olyan japán lánytól kapott ki 3-1-es vezetésről,
aki a világranglistán kiváló pozícióban 40. helyen van, lényegesen a Sandra előtt, és a játékképe alapján a Sandra megnyerhette volna ezt a mérkőzést, és a világranglistán előre léphetett volna. Az én edzőm Harci Zsolt, ő a Buda Őrsön az edző, és én vele készülök a legtöbbet, vele vannak nekem a legtöbb egyéni foglalkozások, járok válogatott edzésre is, de én azt hiszem, hogy az utóbbi években a legtöbb eredményt Harci Zsoltnak köszönhetem. És szigorú a Zsolt, de azért vannak emberi oldala is, tehát amikor látja rajtam, hogy hullafáradt vagyok, akkor tényleg azt mondja, hogy inkább játszunk egyszerűbbet, keveset arra szedjem össze magam, nem azt mondja, hogy mindenképpen meglegyen mondjuk az X óra, hanem inkább a minőségre megy rá, és nagyon sok egyéni foglalkozásom van vele. Hány óra edzés van mögötted? Hát általában délután van, délelőtt már voltam edzeni a statisztikában, és most délután ilyen 4:30-6:30 itt vagyok ilyenkor még edzésem. Mennyire lehet felkészíteni egy sportolót a mentális odafigyelésre? Jó és érdekes kérdés. Gyakorlatilag a felkészítésnek a legnehezebb részéről beszélünk most, hiszen az edzőnek azt gondolom, hogy ez a legnehezebb feladat, hiszen különféle személyiségekről beszélünk, különféle idegállapotról beszélünk. A hölgyeknél nyilván még egy-két plusz tényező is beugrik, a férfiaknál talán kevésbé. Hát azt gondolom, hogy igyekszik mindenki megtalálni azt a hangot a játékosával, és megpróbálja mentálisan erősíteni, mentálisan is felkészíteni a meccsekre. A február 9-én megrendezésre került pénzdíjas atlétikai szuperligát a budaörsiek kiválósága Szabó Attila súlylökő magabiztosan nyerte, mind a három számban nagy fölénnyel diadalmaskodott. A második helyen nagy riválisa, az országos csúcstartó Zsivocki Attila végzett. R. Kornél, 33 éves gyanúsított, 2015. január 27-én haszonszerzés céljából eltulajdonított egy román hatósági jelzésű személygépkocsit, majd azt Pilisszentiváni lakóházának udvarán rejtette el. A férfi cselekményére az egyik Pilis Csabai körzeti megbízott figyelt fel. R. Kornélt a pilisvörösvári rendőrök 2015. február 5-én elfogták, és a budaörsi rendőrkapitányságon állították elő, ahol a nyomozók őrizetbevétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki, majd az illetékes bíróság február 6-án előzetes letartóztatásba helyezte a férfit. R. Kornél ellen a további eljárást a budaörsi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya folytatja le. A budaörsi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya indított eljárást lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. F. István 59 éves budapesti lakos ellen. A gyanúsított 2014. február 10-én 13 óra 30 perc körül az egyik budaörsi Barkács áruházban magához vett egy áruként elhelyezett fogót, mellyel további termékekről vágta le az áruvédelmi eszközöket és azokat a váltáskájába rejtette. Ezt követően a férfi fizetés nélkül akart távozni, azonban az áruház biztonsági szolgálatának munkatársai a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták. F. Istvánt a budaörsi rendőrök a helyszínen elfogták, majd a budaörsi rendőrkapitányságon állították elő, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A budaörsi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást indított közokirat hamisítás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. M. Mihály 45 éves török bálinti lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2015. február 11-én 15 óra körül Budaörsön haladt egy teherautóval, mikor a rendőrök igazoltatták. Az intézkedés során a férfi átadta vezetői engedélyét, amelyről kiderült, hogy az egy másik személy nevére van kiállítva, továbbá az okmányon a jogszabályban meghatározott egyedi azonosításra alkalmas jegyek nem voltak. M. Mihályt a budaörsi rendőrök a helyszínen elfogták, majd a budaörsi rendőrkapitányságra állították elő, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A büntető eljárást ellene szabadlábon hagyása mellett a budaörsi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatja le.
Önök a Buda környéki televízió híradóját látták. Műsorainkat megtekinthetik a www.budakörnyekitv.hu honlapon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!